és ez fekete ruhában a gonosz teázik. Nehezen adom oda egyébként, mert neked készült. Ez egyébként kanál, tehát ez egy evőkanál. Igen, ez nagyon-nagyon jó lesz. Tehát úgy készült, hogy lehet volni. Gitármerő gitárt, mert felmondja, hogy autók veszek 2012-től, úgyhogy használd egészséggel, nagyon szívesen. Ez hihetetlen. Gúlya csontra ez. Hát szervusz, Laszka. Ön kicsoda. Gúlya. Gúlya 2.0. Jó estét kívánok! Én írtam és rendeztem az Autokráciát, a filmet. Pesti gyerek utazik a vonaton, vele szemben idős tanyasi néni. Utaznak, gyerek megéhezik. Elővesz egy almát, elkezdi enni, megkérdezi tőle a néni. Mit eszel, kisfiú? Hát, almát. Az alma? Nálunk a tanyán ekkora almák nőnek. Jó. Mi utaznak, még eltelik egy óra. Gyerek elővesz egy szendvicset, hozzá egy főtt tojást, pucolja a főtt tojást, megkérdezi tőle a néni. Kisfiam, mit eszel te ahhoz a szendvicshez? Hát, főtt tojást. Az tojás? Nálunk a tanyán ekkora tojást tojnak a tyúkok. Gyerekkel lassabb megunja, elővesz a csomagjából egy görög dinnyét. Mit eszel, kisfiam? Ribizli. Na, szóval, tudom, hogy már nem jó egy film, hogyha előtte kommentárt kell fűzni hozzá, hogy miről szól. Nagyon kezérthetően akartam csinálni eredetileg az Autokráciát, mikor csak szinopszis fázisben volt, ez nem annyira sikerült talán, de szerintem akik itt vannak, a nagyobb részt azért vannak itt, mert ilyen irányba érdeklődnek, gondolkodnak és érteni fogják, de azért elmondanám, ugye visszanyúlva a középiskolai tanulmányainkhoz, a parabola fogalmához, ugye a parabola az az, amikor megfogunk egy ribizlit és felnagyítjuk görög dinnye méretűre, hogy mindenki láthassa azt, hogy ribizli. Ugyanakkor viszont hát meg is szűnik ezáltal ribizlinek lenni. Tehát egyszer, mint újraértelmeződik és újra gondolódik a valóság. Az Autokrácia is tulajdonképpen egy parabola, többféle jelentés rétege, értelmezési rétege is van a történetnek. Az egyik az az, hogy tulajdonképpen itt és most játszódik. Az Autokráciából idefele jövet egyébként kaptam ízelítőt, hanem Autokrácia, hogy az autóban, amikor a hang diktálja, hogy mikor kell balra kanyarodni, meg mikor jön a gyalogos átkelőhely, 50 méteres vagy 50 kilométeres megengedett sebesség van, stb. És múlt hét pénteken voltunk Bolyapónál Tótferi előadásán, és ő mondta, hogy már olyat tudnak ezek az új GPS-ek, hogy mintavételezni lehet akárkinek a hangját, a sajátomat is, akár, és a beszédszintetizátor meg tudom az én hangomon beszélni, és úgy mondja nekem azt, hogy a következő lehetőségnél forduljak balra. És akkor kérdeztem, egyes szám első szemében nem tudja mondani? Mert akkor már tényleg megérkeztem gyakorlatilag az Autokráciához, hogy miért az mindjárt ki fog deríteni, illetve mindjárt ki fog derülni, hogy elkezdjük vetíteni a filmet. Aki kapott gyógyszert, az is idővel megszűnt létezni. A nem pusztító sugárzása miatt, de azután az egyének megszabadultak a terroristák uralmától, és megértették, hogy csak akkor lesznek boldogok, ha biztonságban lesznek a természettől és egymástól. Eljött az Autokrácia kora, ahol az egy... Természetesen nem csak a film van rajta, ami 15 perc, hanem ezen kívül még rákerült 107
percnyi extra is, úgy mint verkfilm és interjú formájában. Szerintem a verkfilm lényegesen szórakoztató, mint maga a film. Az interjúban pedig hát ugye, hogy a mondani valónak is próbálok valamit adni. Egyébként érdekes, hogy a főszereplő, aki egyébként költő és filozófus, néha mennyire másképpen közelíti meg a dolgokat, mint én, aki írtam ezt a történetet. És ezen kívül még rendezői kommentár, hangsáv is van rajta, illetve a film zenéje. Tervben van esetleg a folytatása a filmnek? Folytatás? Hát a folytatás, hát nincs tervben egyébként, már önkéntelenül is félig meddig megírtam a folytatást, de a folytatás az egy, hát mindenképpen egy nagyobb valami lenne, tehát ez az egy helyszín, két szereplő, három. Ennél mindenképpen nagyobb valami lenne, több szereplővel, több helyszínen és hosszabb játékidőben, lényegesen több erőforrást igényelne a kivitelezése, tehát én úgy gondolom, hogy ha ennyi erőforrás rendelkezésre áll, nem ezt a témát ragoznám a végtelenségre, inkább valami egészen újba fognék, hiszen rengeteg sok téma van, amivel foglalkozni. De nem elképzelhetetlen, hiszen mint mondtam, már az alapötlet megvan, hogy hogyan folytatódna. Az, hogy végül is ott van a kezében az a kis kézikészülék, és akkor az állásra úgymond azzal jár, hogy egyfolytában azt mondjuk, hogy azért legalább négy gomb van, tehát ő négyzetesen jobban járt, mint mi a két gombos egérrel, amit ugye reggel 8-tól délután 5-ig lehet nyomkodni munkacím szó alatt. Jó kulcsártanista szimbólumokat is kölcsönvettünk a hollywoodi filmekből, igen, ő volt az egyik. Ez inkább ilyen leleplező célra, ugye, hogy úgy van megvilágítva, hogy csak az egyik szeme látszódjon, és egy hullámzó vörös függöny van mögötte, ezek ugye a Hollywoodban, illetve a tömegmédiában használatos általános a szimbólumok. Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy az autokreációban vannak-e nők, hogyha lenne folytatás, abban erre választ adnék, mint hogy sok minden más. És például érdekes kérdés, hogy az a valaki, a egy, aki megjelent a képernyőn, hogy ő egy valóságos személy, vagy pedig csak egy kép, amit bizonyos feltételek teljesülésekor automatikusan megjelenít a gép. Ez például kiderülne a folytatásban szintén. Na szóval a nőkre visszatérve, ugye erről beszéltem egy, talán éppen itt tartottam valamelyik előadáson, beszéltem, hogy egy létező tendencia a világban a nőiség, mint olyan a női minőség eltörlése, megszüntetése, és ezért nem jelenik meg női szereplő a filmben. Hol vannak egy a Tamás az egyenlőben. Hát igen, itt az autokráciában mindenki szabad, de van, aki még szabadabb. Igen, ez így működik. Igen, tehát a téma nyilván nem új. Nyugodtan lehet párhuzamot vonni, akár a korunk filmjeiből mondjuk, akár a Matrix-szal, vagy a Truman Show-val, vagy van, jelenleg is rengetegen foglalkoznak ezzel, és hát a múltból is akár egészen Platon barlangjáig vissza lehet menni, ez is egy hasonló témájú dolog volt. Tehát szerintem a hasonló témákkal az emberiség azóta foglalkozik, amióta a világunkban, úgy, mint valóság határai és annak feszegetése, a láthatatlan határok. Mike Judge-nak van az Idiokrácia című film, és sok szempontból hasonlít, ez az is egy parabola, az is itt és most játszódik. Ő a fedősztorit 500 év múlvára teszi, de úgy gondolom, hogy nem. Ahhoz, hogy az emberek olyanok legyenek, mint az Idiokráciában, nem kell már, hogy 500 év elteljen, 100, talán már 50 is elég, hogyha így meg tovább a dolgok. De nem lesz a YouTube-on rajta a teljes film, ki fogunk hagyni részeket, a teljes film van rajta, nem olyan sokat fogunk belőle kihagyni, néhány kritikus pillanat kimaradt, például a gonosszal való szembenézés a végén, amikor elalszik el a főszereplő és csukódik be a szem, és akkor megpillantja a gonoszt, akit még soha nem lát. Kiadtad, hogy hát valami szíves kockát? Ezt én csináltam, én rajzoltam meg gyakorlatilag fázisonként. Rajzoltam egy ilyen rácsot, és akkor így beszínezgettem mezőket össze-vissza. És egyébként ott van ott, akkor elrejtve különböző... Az föltözőjét rövid, de az számít egy-két dolog csak. Vannak ott különböző számok elrejtve. Jobb alsó sarokban. Tessék? A jobb alsó sarokban, ugye?
a jobb alsósávokban a pénz van úgymond, tehát ott egy dollárjel látszik, ami itt nem látszik jól, meg nem tudtam olyan jól megrajzolni ilyen piciben, hogy itt igazából egy 11-es számra feltekeredik egy kígyó, és amellett íródik ki valamiféle, mint hogyha egy összeg lenne, hogy hát mindegy pontszám a játékprogramban, hogy na, akkor hány pontot értél el eddig. Ugye látszik, hogy az elején ez nulláról indul, aztán ez be a 19, aztán és a második jelenetben már ugye gyorsabban megy a játék, mert már 8-as pályán van, vagy mit tudom én. És már tele van ilyen színes kockákkal az egész, meg ilyen nagyon bonyolult ilyen karikák, meg mit tudom én, mik rajzolnak, és akkor már van 300 valahány dollárja van. Hát ez a munkának nevezett tevékenységnek a teljesen elfajzott formája.